Sziasztok, Peti vagyok is, az Abagroup Média csatornát nézitek, és elértünk a NAS sorozat harmadik részéhez. Ugye miközben forgattuk a második részt, ahol klónoztuk az M.2-es NVMe meghajtónkat a fő számítógépen, megjött az új NAS-nak az agya, azaz Intel NUC számítógép, amibe most bele fogjuk helyezni a memóriát, illetve azt az NVMe Samsung merevlemezt, ami ennek a C-meghajtóját fogja adni. És ha érdekel a téma, akkor maradj velünk, iratkozz fel a csatornára, míg megy az intro, vágjunk bele! Na tehát így néz ki a NUC, tehát ez egy mini számítógép, ez a NUC 10H, azaz magas, mert ebbe egy SSD-t, egy 2,5 szoros SSD-t is be lehet rakni, mi most nem fogjuk belerakni, de az opciót meghajtuk neki, hogyha nem H-sat, hanem simát rendeltek, akkor ugyanezt kapjátok, tehát itt van, hogy FNH, ha csak a sima FNK, azt hiszem, akkor gyakorlatilag ennyivel alacsonyabb, ugye itt fog ülni a merevlemez. Ez a NUC-nak az eleje, bekapcsológomb, 3.0-as USB, USB-C, egy kombinált fejhallgató mikrofon port, ezen az oldalán nincsen semmi, ez teljesen passzív, tehát nincs benne mozgó alkatrész, nincs benne ventilátor, üzemi állapotban körülbelül 9 watt áramot fogyaszt csak, ezért választottuk ezt. Itt van a 19 voltos tápbemenet, egy HDMI csatlakozó, ezzel hozzá fogjuk csatlakoztatni a TV-hez. Az Ethernet csatlakozó, ami interneten keresztül ugye kommunikálni fog a többi eszközzel. Van 2 darab USB 3-as, ez itt Thunderbolt. Ugye ez a Kingston lock, hogyha mondjuk kiállított a rendben, vagy valahol ne lopják el. És van egy SD, teljes értékű SD olvasónk beépítve. Ugye, mint mondtam, ez 6 magos, 12 szálas i7-es, 10. generációs i7-es processzorra rendelkezik, de nincsen benne memória, ezért bele fogjuk rakni ezt a 2 darab HyperX 16 GB-os memória modult, így lesz 32 GB RAM-unk, de 64-et is elviselne, de az már a mi célunkhoz egy kicsit overkill lenne, és ez, ha jól emlékszem, 2666, így van, 2666 MHz-en működik, kommunikál a processzorral, valamint belerakjuk az M.2-es, ugye az csak a interfész, NVMe, az ide van írva, tehát PCI Express csatornákon közvetlenül a processzorral kommunikáló SSD meghajtónkat, 250 GB, ezen lesz a Windows, amivel ez az egész eszköz működni fog. Tehát első lépésként szétszedjük a NUC-ot, ehhez sima 4 csavar van a hátán. Figyelem, hogy ez a csavar úgy van megcsinálva, hogy nem lehet kiszedni, tehát hallani fogtok egy kattanást itt, és laza, de nem lehet kivenni, tehát ne is próbáljátok kierőltetni a NUC aljából. Kilazítjuk mind a 4 csavart, mikor leemelitek, ugye ez az eszköznek az alja, mikor leemelitek az eszköz alját, arra vigyázzatok,
hogy egy kábellel össze van kötve az alaplappal, tehát ne ráncsátok meg nagyon, mert elszakítjátok azt a lapkábelt, ami valójában a SATA kábel, itt látható, ugye ide lehet belerakni a 2,5 colos SSD-s, vagy akár mechanikus merevlemez. Mechanikusok egy picit amúgy vastagabbak, azt hiszem a SATA-sok 9 mm vastagok, akarom mondani az SSD-k 9 mm vastagok, a mechanikusok az inkább 11 mm vastagok, tehát azt nem tudom, hogy ide belefér-e. Így néz ki a NUC belülről. Első körbe behelyezzük az SSD-t. Ehhez meglazítjuk ezt a csavart itt. Jó, szorosan rakták be a pici kínaiak. Behelyezzük az SSD-nek a megfelelő végét ide a foglalatba. Kattan egyet, lehajtjuk, és betesszük a rögzítő csavart. Úgyhogy ne essen bele a NUC-ba. Csak a NUC-ba. És nem tépjük meg a csavart, határozottan finoman meghúzzuk. Jöhetnek a memória modulok. Ugye így néz ki egy memória modul, DDR4-es, a hátára még egyszer leellenőrizzük, hogy jó volt a csomagban. Jártam már, úgyhogy nem az volt benne, mint a csomagolásom. De láthatjuk, hogy 16 GB-os modulról van szó. Ezt pedig úgy helyezzük be, ugye két slotunk van egymás fölött. Ide helyezzük a modult. Máshogy nem is megy be, ott van rajta egy pici vágás, és a slotban is ott van egy pici pin. Betoljuk, és lenyomjuk, és hallunk kettő darab határozott kattanást. Hát most egyszerre hallottuk a kettőt, de mind a két fül beakadt. Berakjuk a másodikat, és lenyomjuk. Így látható, hogy mind a két fül beakadt, és ezzel kész is vagyunk. Fontos, hogy ugyanúgy kell visszarakni a tetejét a NUC-nak, ahogy volt. Ebben segít az, hogy hogy van megtekeredve ez a kábel. Ugyanakkor itt a tetején van egy front felirat, itt látható, és ha úgy fordítom, akkor van jól a kábel, ugye itt van a bekapcsoló gomb. Itt van a bekapcsoló gomb alul. Finoman visszahelyezzük a NUC alját a tetejére. Alját az aljára. És meghúzzuk a négy csavart. Nem tépjük agyon, csak finoman. Így, és a NUC mikroszámítógépünk ezennel bevetésre kész. A következő epizódban pedig meg fogom nektek mutatni ugye azokat az IC-box konténereket, amiben a merevlemezek fognak belemenni, megmutatom, hogy kell őket összeszerelni, egyáltalán mire jók, és utána összekapcsoljuk az IC-boxokat ezzel a NUC-kal. Azt nem mutatom meg, hogy hogy teszünk rá új Windows-t, hisz arról már készült videó abban az epizódban, ahol az a feleségemnek a laptopját javítottam meg, a videó linkjét megtaláljátok a leírásban, ott meg tudjátok nézni, hogy egy egyszerű pendrive-val hogy lehet ingyenesen Windows 10-et legálisan installálni egy számítógépre. Jó?
Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy a következő videókról sem maradjatok le. Sziasztok!